Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Mielőtt indítanék, elmondanám azt, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapon. E-mailen keresztül megrendelheted, és automatikusan jön majd minden hónapban. Minden hírlapnál van egy bizonyos téma, miről beszámolok, azon kívül egy havi angyal, egy előrejelzés, egy asztrológiai előrejelzés, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás, indiai asztrológiával együtt. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Pénteken látható itt a felhő. Amikor a felhő megjelenik, valami átláthatatlan. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, lehet, hogy nem tudod azt, mit hogyan mutathatsz ki a nyilvánosságon, vagy találkozol valakivel a nyilvánosságon, és van átláthatatlan, nem tudod, hogy mit akar. Itt megjelenik a levél, ez lehet egy hír, vagy egy szerződés, és itt is előfordulhat, hogy valami számodra átláthatatlan, kérdez rám, vagy vizsgáld át, különösen, ha szerződésekről van szó. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy lesz egy hír, hogy valaki újra jelentkezik, vagy összefuttok valahol a nyilvánosságon. Szombat. Mi történik a szombati napon? Itt látható a mozgás, jelentheti azt, hogy ez a férfi közeledik hozzád, de ez a szikla jelenti az ő hideg-rideg tartását, viszont a gólyák ezt megváltoztatják. Változik a hozzáállása, a jelleme, és másképp fog bánni veled. Amit ez a szikla még jelenthet, korlátozások. Hogy ennél a mozgásnál itt ez megjelenik, de nem marad így, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Ez a kártya mindent jelent, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, ez lehet itt a hegyekben, vagy lehet költözködés is. Ezt is jelenthetik a gólyák, például költözködést. Vagy útban van egy kisbaba, és ebben az esetben a hegy jelenti a téli hónapokat. És vasárnap, itt látható a szerencse, ez a férfi áll a középpontban, és ő irányítja a dolgokat. Vannak jó tervek, kilátások, sőt, a hajó jelenti a reményt hozzá, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat. Amit a hajó még jelenthet, utazások, külföldi kapcsolatok, lehet, hogy ő külföldről jön, vagy szeretne meghívni téged, és akarja, hogy te utazz oda, látogasd meg őt. Ez az utazás lehet egy közös nyaralás tervezése is, vagy lehet egy belső, egy lelki út is, hogy megvan köztetek ez a lelki kapcsolat, egy kármikus szerelem. Ő tudja ezt, hiszen ebbe az irányba tekint, és itt meg lesz a szerencse. Egy szerencsés fordulat, és ezeket a változásokat itt már a gólyák jelzik is. És ez volt
a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!